Véget ért egy újabb tanév a Szent Pál Marista általános iskolában is, de az esemény az év lezárása mellett egy korszak végét is jelenti a nyolcadikos ballagó diákok számára, mivel a szeptembert már középiskolásként fogják megkezdeni. Az intézmény diákjai az iskola zászlóját követve végigjárták a folyosókat, a tantermeket és azt a helyet, ami a hosszú évek alatt már a második otthonukká vált. A ballagási ünnepség az udvaron került megrendezésre, ahol elsőként Verez Zoltán plébános mondott beszédet. Ezt követően az iskola 7. osztályos tanulói köszöntek el a ballagóktól, majd a 8. diákok is elbúcsúztak iskolájuktól és az intézmény dolgozóitól. A ballagás ünnepségen jelen voltak Pánti Ildikó és Nagyné László Erzsébet önkormányzati képviselők is. A köszöntő gondolatokat követően az intézmény igazgatója, Dánielné Kacsó Andrea búcsúzott a diákoktól. A kedvesség ott csillog egy ember szemében, pillantásában. De leginkább talán a mosolyában. Melegít, jól esik, és viszonzásra ösztönöz. Janikowski Évát idézve remélem, hogy 8 év alatt megismertétek nálunk a kedvességet. Jótékony hatásaival együtt, és tudjátok, hogy milyen jó vele nap mint nap találkozni. Ma reggel pedagógusaitok, néhány iskolatársatok és iskolánk munkatársai tették ilyen széppé az iskolát és az udvart, Barbi néni irányításával, hogy szépen búcsúzhassatok. Tették mindezt kedvességből és szeretetből. 8 évig minden iskolai napotok iskolánk falai között zajlott. Fenntartónk, a Mária iskola testvérek szerzetesen testvérei, Pau testvér, Misi testvér, Jordi testvér, Rémi testvér és Péter testvér szeretetteli nyugalommal tereltek benneteket a hit útján. Nálunk mindig történik valami. Barátságok, imák, szerelmek, digitális oktatás, határtalanul Horvátországban, motivációs kirándulások minden ősszel, színdarabok, versenyek, passió, táborok, diszkók, dögprogramok, sport és persze foci. Olyan élmények, melyek életetek végéig elkísérnek. Igazgatóasszony beszéde után Misi testvér is elbúcsúzott a diákoktól. Ezt követően azokat a diákokat díjazta az iskola, akik tanulmányi eredményükkel, vagy a versenyeken és sportban elért sikereikkel jó hírnevet szereztek az intézménynek. A szülői közösségnek is megköszönte a munkáját az intézmény vezetése. Zárásként a búcsúzó nyolcadikosok utoljára együtt egymást kísérve vonultak vissza az osztálytermükbe.